Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Lássuk, mit kínálunk a mai adásban. A németség is otthonhoz jutott. 208 millióból működik az idei esztendőben a közös önkormányzati hivatal. A házasság intézményének megerősítése a célja a házasság hetének. Bajnokságot akar nyerni a Bátaszék ese, de ez nem lesz könnyű. Valóra vált a bátaszéki németség régi álma. Az önkormányzattól kapott ingatlanjuk több mint 170 négyzetmétert, közel 30 millió forintból fel tudták újítani. A projektet Magyarország kormánya, a német állam és a helyi önkormányzat is támogatta. Az épület regionális találkozási pontként is működik majd a jövőben. Az ingatlant ünnepélyes átadásán a város plébánosa meg is szentelte. Áldjon meg benneteket és ezt a házat a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A helyi plébános szentelte meg a bátaszéki németség új otthonát. Ezzel indult a felújított nemzetiségi ház átadása. A város németeinek régi vágya volt már, hogy egy olyan saját tulajdonú ingatlanjuk legyen, ahol zavartalanul élhetik egyesületi hétköznapjaikat. Nagyon nagy öröm bátaszék német közössége számára ez a mai ünnep, ez a mai alkalom, ami miatt itt összegyűlünk. 2020 novemberében megfordítottuk a történelem kerekét, és a német önkormányzat tulajdonjogba kapta a város vezetésétől és képviselőtestületétől ezt a házat, ahol ma állunk. Ez az egykori Schwarzwaldgasse 390, a mai Kossuth utca 3, ahol megkezdődhettek a felújítási munkálatok. Ez az épület, ez egy csoda, nagyon-nagyon jó fekvése van, közel a rendezvénytérhez, ugye egy nagyon frekventált helyen fekszik a városba, és hatalmas, impozáns méretei vannak, több mint 500 négyzetméterről beszélhetünk, különálló épületrészekről, amiket önállóan is fogunk tudni reményeink szerint hasznosítani. Egy valódi komplexumot álmodtunk ide meg. Az ünnepségen a munkák első ütemét zárták le, és közel 170 négyzetméter felújított részt adtak át. Az elkészült klubterem, ahol most állunk, egy előszoba, egy nagy terem, ami nagyon-nagyon sokrétű rendezvényteremként fog tudni szolgálni, illetve egy hozzátartozó raktárhelyiség készült el. Második ütemben szeretnénk majd kialakítani a vizes blokkokat, a mosdókat, amikhez ugye elengedhetetlenül szükség van az üzemeltetés során, egy közösségi konyhát, egy könyvtárat, hiszen ez az egész komplexum egy regionális találkozási pont lesz, bízva abba, hogy a jövő generációnak át fogjuk tudni adni az anyanyelvünket, hogy akár itten egészen a bölcsödés korosztálytól a gimnazistákig tudjunk foglalkozásokat tartani, természetesen pedagógusok segítségével. A hölgyek legnagyobb örömére egy konditeremmel rendelkezünk már is, amit újítgatunk. Németországi belügyminisztérium pályázatok során kettőt is sikerült elnyerjünk. Berendezési tárgyakkal, bútorokkal gazdagodtunk, illetve különböző kondigépekkel, kondicionáló gépekkel. Az utóbbi hónapok szinte minden napját itt töltöttük, reggeltől estig, sokszor az éjszakákat is, éjszakában nyúlóan dolgoztunk itt, és hát ezt jöttünk el ma megünnepelni. Az eseményen részt vett Tirchy Richárd, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának nemzetiségi főosztályvezetője, aki elmondta, a magyarországi németek sokat szenvedtek az elmúlt évtizedekben. Innen indultunk, de nem vittek el mindenkit, nem űztek el mindenkit. Maradtunk, itt maradtunk, megmaradtunk, és a német nemzetiség élni akar, tenni akar, fejlődni akar. Hogyha elmegyünk egy magyarországi németek által alakult településre, akkor láthatjuk azt, hogy milyen gyönyörű köznevelési intézményeket, óvodákat, iskolákat tartanak fenn, kulturális intézményeket tartanak fenn. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Ő elmondta, nagyon meghatározó volt mindig is a németség a térségben,
Bátaszéken pedig kiemelt szerepük volt a település fejlődésében. 18. század óta Bátaszék történelméhez, Bátaszék kultúrájához szervesen illeszkedik a német kultúra, illetve a németeknek a története. Sőt, nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy az itteni német kultúrához illeszkedett a többi kultúra és többi nyelv és többi szokás, hiszen abszolút többségben voltak a települések 1944-45-ig a németek. 2011-ben új alaptörvényt fogadtak el a parlamentben. Ennek egyik pontja a nemzetiségiek jogát is taglalta. A Magyarországon élő nemzetiségiek államalkotó tényezők Magyarországon, ugyanúgy, mint a magyarok, és erre legyünk büszkék, mert kevés ország alkotmányába, alaptörvényébe fogalmazzák ezt így meg. Ha ezt lebontjuk településekre, ez azt jelenti itt Bátaszéken, hogy a németek az 1700-as évek elejétől ehhez a közösséghez, ehhez a településhez szervesen illeszkednek, sőt, ők adták a többséget, és ennek a településnek a képét alakították, adták át nekünk, ma élőknek úgy, ahogy most is látjuk, úgyhogy erre legyünk büszkék, és legyünk, vagy köszönettel tartozunk ezért. Örülök annak, hogy a Felvidék Egyesület után, a Székely baráti kör után most végre már a németeknek is van egy állandó otthonuk itt a Kossuth utcában, úgyhogy ezt gratulálok, használják egészséggel. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a nemzetiségek megfelelő körülmények között tudják ápolni hagyományaikat. Több mint 70 évvel a kitelepítés után a németek szimbolikusan újra egy közösségi házat hoztak létre maguknak, egy régi sváb házból, amit a helyi kisebbségi önkormányzat, a helyi német egyesület megkapott a bátaszéki önkormányzattól, és kormányzati támogatással több mint 20 millió forint értékben felújításoknak az első üteme lezajlott, ennek az ünnepségén vettünk most részt, de nem dőlhetünk hátra, jövőre vonatkozóan is van még feladat. A következő két évben teljes egészében meg kell újulni ennek a háznak, ez közel 100 millió forintos beruházást jelent még, és ehhez kormányzati támogatásban bízhatnak a bátaszéki németek. Ritter Imre, az országgyűlés német nemzetiségi képviselője arról beszélt, a magyarországi németek meghurcolásának történetét nem nagyon ismerik az emberek. Kell, hogy erről beszéljünk, kell, hogy a német nemzetiségnek kisebb-nagyobb településeken mindenhol legyen saját háza, legyen közösségi tere, legyen helye, ahol a kultúrájának a dologi és szellemi részét is meg tudja őrizni. Ezért mondtam itt is, hogy merjenek álmodni, merjenek célokat kitűzni, mert ha azért kitartóan és határozottan dolgozunk, megvan a lehetőségünk, hogy ezeket elérjük, és ez a mi felelősségünk és kötelességünk, hogy a gyerekeinknek, unokáinknak a német nemzetiségi jövőjét, lehetőségeit biztosítsuk. A ház felújításának első üteme mintegy 29,5 millió forintba került összesen. Ez a mai nap, ez talán úgy fogalmazhatnánk, hogy ez a hálaadó imák napja, és aztán elkezdünk fohászkodni. És bízunk abban, hogy meghallgatják majd értőhelyen a mi fohászainkat, és lehetőségünk lesz a folytatásra. A három település közigazgatását szervezi a Bátaszéki Közös Önkormányzat. A hivatalban a dolgozók bére teszi ki az éves költségvetés jelentős hányadát. A szakemberek megtartása érdekében az önkormányzat egy 4 éve kidolgozott rendszer alapján bérkiegészítéssel segíti a közel 30 dolgozó megtartását. Bátaszéken kívül további 3 település Alsónyék, Alsónána és Sádbri is közigazgatási és igazgatási feladatait látja el a közös hivatal. A működés költsége a tervezet szerint az idei költségvetésben 208 millió forintot tesz ki, ami magasabb, mint az elmúlt esztendőben volt. Mindez azt jelenti, hogy a társult önkormányzatoknak mélyebben a zsebükbe kell nyúlnia. Elkezdtük az önkormányzat 2022 évi költségvetésének összeállítását, és az különböző elemekből áll.
társulások költségvetéséből, az önkormányzat működéséből, városüzemeltetésből, és egy igen komoly szegmense a költségvetésnek gyakorlatilag a közös önkormányzati hivatalnak a működtetése és fenntartása. Ugye Bátaszéken kívül még három település közigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatait látja el a közös önkormányzati hivatal, Alsónyék, Alsónán és Sárpilis települések. Velük folyamatosan egyeztettük a költségvetésnek az alakulását, és az egyeztetések alapján elfogadásra került a közös önkormányzati hivatal mintegy 208 millió forintos költségvetése. Ennek legnagyobb szegmensét természetesen a bér és bérjellegű kiadások teszik ki, hiszen 30 főt foglalkoztatunk a hivatalon belül. A tavalyi évhez képest a bér tekintetében olyan változást hagytunk jóvá, hogy a garantált bérminimum emelkedéséből eredő mintegy bruttó 40 ezer forintot a hivatal valamennyi köztisztviselője számára biztosítják majd az önkormányzatok. Ez összességében mintegy ilyen 150 millió forintos költséget fog jelenteni a 208-ból. Az állami támogatás mértéke az elmúlt évhez képest csökkent, így az önkormányzatokra jelentősebb terhet ró a működtetés. Abban is konszenzus született, hogy a társtelepülések egy kicsit nagyobb részt vállalnak a hivatalnak a fenntartási költségeiből. Korábban például Alsónán és Alsónyék 700-700 ezer forinttal járult hozzá, 2022-ben ez 2 millió forint lesz. Sárpilis esetében pedig ez az összeg most 1,5 millió forint, amelyet biztosítanak majd a hivatalnak a működtetéséhez. Természetesen Bátaszék város önkormányzat hozzájárulása is nő, a tavalyi évhez képest mintegy 6,8 millió forinttal. Ez az összeg, ez elegendő arra, hogy reményeink szerint meg tudjuk tartani a kollégáinkat, és továbbiakban is azt a, mi egy kicsit elfogultak vagyunk, véleményünk szerint jó és bizonyos helyeken magas színvonalú közigazgatási munkát tudjuk biztosítani, mind a lakosság számára, mind pedig az önkormányzatok számára. A magasan képzett közigazgatási szakemberek iránt folyamatos a kereslet a munkaerőpiacon. Éppen ezért az önkormányzat megpróbál versenyképes maradni a bérharcban. Nagyjából 4 éve folytatunk egy folyamatos bérfejlesztési programot a hivatalon belül annak érdekében, hogy hát ha nem is teljes egészében versenyképesek legyünk, de felzárkozzunk a piac által nyújtott lehetőségekhez, és hát amellett, hogy helyben vagyunk, bizonyos kafetéria juttatásokat is tudunk biztosítani a kollégák számára, és a béreket egy kicsit tudtuk felzárkóztatni a piachoz. Ezzel a hármas hatással azt gondolom, hogy sikerült most már stabilizálnunk a hivatal munkaerőállományát. Az elmúlt években a hivatal energetikai korszerűsítésében történtek már lépések. Az idei esztendőben a fejlesztési tervben az informatikai rendszer korszerűsítése szerepel, mondta Bozsodik Robert polgármester. Közel 20 esztendeje a Valentin naphoz kapcsolódóan indult a házasság hete. A rendezvénysorozat célja a házasság intézményének megerősítése. Bátaszék is minden esztendőben kapcsolódik a rendezvénysorozathoz. Az egyik legszebb, legmeghatóbb és legemlékezetesebb pillanat egy pár életében az esküvőjük napja. Különös és megmagyarázhatatlan varázsa van viszont az egyházi szertartásoknak, amikor Isten szent színe előtt kimondják a boldogító igent. Sok embernek ismerősen hangozhatnak ezek a mondatok, és hogy őt el nem hagyom, holtomiglan, holtáiglan, semmiféle bajában, Isten engem úgy segéljen. Mint ahogy 13 évvel ezelőtt a bátaszéki Janács Négó Zsuzsanna és Janács Gergely is. A házasság hete célja a házasságok felfrissülése, talán ezek az események is szolgálják egy kicsit mélyebb megélését a házasság szentségének. De talán az egész mozgalomnak ez volt a célkitűzése, hogy alkalmat adjon arra, hogy a házasságokat népszerűsítsék, illetve a házasságokra épülő családokat minél jobban a családban élést megmutassák. Ha idősebb emberekkel beszélgetek, akkor általában nem a szakmai karrierjüket, vagy a szabadidős hobbi tevékenységükben elért sikereiket említik először és legelsősorban, mint az élet legfontosabb eseményét, értelmét és célját, hanem általában a családról, gyermekeikről, unokájukról, feleségükről szoktak beszélni, és ezt nevezik meg az élet igazi értelmének. És hát miért is kellene időskorig várni, míg erre a felismerésre eljutunk? A házasság hetével és az ezerszer is igennel próbáljuk
megpróbáljuk az emberek figyelmét felhívni arra, hogy hát már fiatalabb korban is fölismerhetjük azt, hogy az igazi értelme, célja az életnek valójában a család, a házasság, a gyermekek, ez az, amiben igazán ki tudunk teljesedni. Ez a legfontosabb, és ez igazi érték, amire nagyon fontos odafigyelni. Azért is ezerszer is igen, hogy mindig újra és újra igen tudjunk mondani, folyamatosan tudjunk ebben fejlődni a házasságunkban. Ez nem egy egyszeri, egy statikus dolog, hogy kimondunk egy igent, és akkor onnantól fogva tökéletesen működik, és minden rendben van vele, hanem újra és újra ki kell mondani ezt az igent, mindig foglalkozni kell a másikkal, a kapcsolatunkkal, fejlődni kell benne, és fel kell frissíteni, és bizony így válik igazán kerekké és az élet értelmévé és céljává. Közel 20 éve ünneplik a házasság hetét. Az Angliából indult kezdeményezés minden évben egy héten keresztül a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. Már a 4 kontinens 21 országában csatlakoztak a Valentin naphoz kapcsolódó rendezvényhez. Hazánkban 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával az eseménysorozatot, köztük Bátaszéken is. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára a legfontosabb kell, hogy legyen a családok, a házaspárok, hiszen innen születnek a gyermekek, innen születik az egyháznak az egy része is, ugye, és nekünk védenünk, támogatnunk kell a családot, föl kell hívni a figyelmet arra is, hogy egy profétai jel lehet a család a mai társadalomban. Hiszen a családok a legsebezhetőbbek a mai társadalmi életben, láthatjuk mindannyian, akár a válásokból, a gyermekvállalásokkal kapcsolatban is, és mi szeretnénk a keresztény értékeken alapuló családokat felmutatni, hogy igen, létezik, lehet követni azt az utat, amit Krisztus mindannyiunk számára kijelölt. 13 éve vagyunk házasok, és az igenek, tehát itt igent mondunk a másikra, igent mondunk egymásra, de igen, igent mondunk a feladatokra, a nehézségekre, és talán a legfontosabb, hogy igent mondunk a gyermekekre, és talán a problémák megoldását nem kell olyan messze keresni, tehát egymás magunkban és egymásban elég, és ezekhez, hogy egy kicsit színesedjen a hétköznapi szürke házasság, ehhez apró praktikák elegek lehetnek, amire ha egy kicsit nyitott szemmel járunk, akkor azt hiszem ez a hét, ez bármilyen fórum, bármilyen online fórum lehetőséget fog biztosítani arra, hogy ezeket megtaláljuk, hiszen ezek nem kellenek nagy dolgokra gondolni. Azt gondolom, ha csak a minőségi időt, azt a 10 percet csak a másikra szánjuk, és mindenféle háttér dolgokat kikapcsolunk, akkor már észreveszünk, hogy sokat tettünk a másikért, és akár hétköznapi dolgok elvégzésébe, főzésházi munka közben is lehet ezeket gyakorolni, és ezek nem igényelnek túl sok külső körülményt, vagy túl sok szervezést, én azt gondolom. Ürtösi Krisztián plébános azt mondja, egyre több fiatal keresi fel az egyházat. Az elmúlt évben, vagy években volt rá lehetőségünk, hogy megfigyeljük azt, hogy igenis kérik a családok, igenis szükségük van arra, hogy az egyház közelében legyenek, az egyház által pedig ugye magához, Krisztushoz közel kerüljönek. Szükségük van arra, hogy az Isten áldását és a gondviselés segítségét érezzék az életükben és a családjukon. Mi már katolikusként mondtunk igent egymásnak, a templomi esküvőnk is volt, és ettől függetlenül én felnőttként keresztelkedtem meg, nem gyermekkorban. Azt gondolom, hogy a hitben, a vallásban azt kimondhatjuk, hogy sohasem késő megtalálni ezt az utat, úgyhogy attól még, hogy valaki esetleg felnőttként kezdetben nem hívő, ez nem kizáró, hogy azzá válhasson. Bármikor meg lehet találni, és érdemes is megtalálni ezt az utat. Mi abban hiszünk, hogy a házasságban, amellett, hogy egy férfi és egy nő jelen van, nagyon fontos, hogy Isten is jelen legyen, így hármas egységben tud igazán kiteljesedni, és az igazi értelmét és célját így tudja betölteni a házasság, hogyha ez hármas pillérben működik, a férfi, férj, feleség mellett
Isten is jelen van a kapcsolatukban, és az ő útmutatása szerint élik életüket és a szentségi házasságukat. Úgy indult az idei bajnokság, hogy minden nap küzdelmeket hoz majd. Ehhez képest a Bátaszék eset győzelmi esélyekkel fordul a tavaszi idényre. Igaz, Kalmár Ferenc edző azt mondja, kész csoda lesz, ha ezzel a kerettel végig bírják erővel. A vezető edző arról is beszélt, baj lesz a labdarúgás utánpótlással. A gyérszámú nézőközönség soraiból azt lehetett hallani, ez az idő még nem alkalmas a labdarúgásra. Minden esetre sem a tornai, sem a bátaszéki játékosokat nem zavarta, ők jót akartak focizni. Még a bemelegítés zajlott, Kalmár Ferenc vezetőedzővel arról beszélgettünk, hogyan látja a saját csapata helyzetét. Hát ahhoz képest nagyon-nagyon elégedett vagyok, igen. Hát tavaly szeptemberben ugye elkezdtük, hát 12-13 fővel kezdtük el a bajnokságot. Én voltam a harmadik csere, tehát elég katasztrofálisnak nézett ki, de ahogy belementünk ebbe a bajnokságba, úgy kezdtünk belemelegedni, ott voltunk mindig első-második helyen, és kicsit tudtam a srácokat úgy versenyeztetni, hogy végén is ott tudunk lenni. Hogy elejétől kezdve én mindig súlykoltam beléjük, hogy csak a győzelem, és hát nagyon sokat számított, hogy a Márton Eriket le tudtuk utolsó pillanatban igazolni. Nagyon sokat jelentett azért, fölépült egy-két játékos, Leer Marci, akkor Dobra, ők felépültek, és hát nagyon sokat jelentett, hogy ők tudtak játszani végig minden mérkőzésen. Nem sokan múlott, hogy a tabella a Bátaszékesen nevével kezdődjön, ám kakasdom, hogy a Kalmár Ferenc elszórakozták a győzelmet, és ez az őszi bajnoki címbe került. Talán elhitték, hogy ez sima mérkőzés lett. Hát úgy is indult a mérkőzés, az első 10 percben vezetünk 3-0, egy szót nem szólhattunk volna, vagy ők nem szóltak volna, de hát nem rúgtuk be a helyzeteket, talán az első fél idő végén kaptunk egy lingolt. Ennyi, utána megzavarodtunk, és már nem tudtunk úgy felállni. Második fél időben is voltak helyzeteink, lehetőségeink, de nem tudtuk kihasználni. Így lettünk másodikak, hogy gólarányja sajnos. Ha valaki azt mondja nekem, hogy 12 emberrel ilyen ősz produkálunk, biztos körben nevetem, mondja Kalmár Ferenc, de bármi történjen tavasszal, ha ennyi emberrel jól tudunk szerepelni, az maga lesz a csoda. Bár fiatal tudtunk hozni, de... Hát a Kuti Kristóf egyedül, aki MB3-ból jött, Gyerjemből, ővel azért valamennyire erősödtünk, de hát ugyan a Hénfecó meg elment, tehát ez a csere körülbelül kiegyenlíti egymást. Ugyanannyian maradtunk sajnos. Ha véletlenül ezt meg tudom csinálni, akkor szerintem Magyarországon én leszek az első ember, aki 12 emberrel végigcsinál egy bajnokságot, tehát ez ilyen nincs. Tehát nem lehet. Tehát Gerjem vagy Majoson 22 emberrel nem álltak ki egy jó párszor, mert azt mondták, kevesen vannak 14-en, és azért nem mentek el mérkőzésre. Több csapatnál is, Bonyhádon is, Palinál voltak 13-an, és nem mentek el edzőmeccsre, mert csak 13-an voltak. Én 10 emberrel, meg 9 emberrel, ifistákat idehozok inkább, hogy beállok én is, és akkor úgy megyünk el játszani. A lelkesedés azonban sajnos úgy látszik, kor kérdése. Egyre nehezebb a fiatalokat a labdarúgás szeretetére nevelni, mondja Kalmár Ferenc. A motiváció elfogyóban van. Inkább a fiatalokon látom azt, hogy nekik inkább az otthoni dolgok, akkor haverokkali beszélgetések, ez a mobiltelefon, ez teljesen elveszi az eszüket. Tehát mindent azon akarnak csinálni, én nem engedem benn például az öltözőbe, hogy behozzák, vagy ha be is hozza, akkor azonnal ki kell kapcsolja, és nem lehet nálam ezt csinálni, hogy bejövök, aztán ütögetem a telefonomat. Erre nagyon ki vagyok. Ha így megy, hogy ennyire nem akarnak futballozni a gyerekek, akkor itt 5-6 éven belül megye egy se lesz. Tehát ki fognak halni ezek a mostani 30 év körüliek, tehát nem az, hogy kihalnak, hanem nem fognak már futballozni. Onnantól nem tudom, hogy mi lesz. Tehát ezek a 20-25-ig, ez nem valami boldogságra derítésre ad okot, hogy valami lesz itt. Hát bízunk benne, hogy hát ha megfordul. Nem az anyagiak, itt a játék szeretete, a labdarúgás szeretete. Tehát én mai napig úgy vagyok, tehát ahol pattog a labda, megyek egyből és játszok. A 2 éves gyerekkel nekiállok passzolgatni, meg a 80 éves öreg emberekkel is lábtenyészgetek. Tehát nálam teljesen más az érték, a labdarúgás értéke, mint a mostani gyerekeknek.
A felkészülés jól sikerült Bátaszéki részről, a hazaiak 2 gólos győzelmet adattak, és ez tovább erősítheti bennük a hitet a bajnokság megnyerésére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!